és várom Istenünk szeretetet, köszöntünk mindenkit a mai Istentiszteleten. Mielőtt bármit mondanánk, ilyeneket énekeljünk el. Nyisd meg a szívem, Új Jézus, kezdetünk. Thank you.
kettestét. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet a mostani hétnek az igéjével. János evangéliumából ezt halljuk, ezt adja elénk az Isten. A törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. Kedves testvérek, egy kis nyelvtani ízre szeretném a figyelmet helyezni. Nem biztos, hogy teológiailag is nagyon a mélyre kell ennek ásni, de egy pici ízét hadd érezzük meg ennek. A törvény Mózes által adatott. Ez egy drága dolog, amikor az Isten a maga igazságát a szívünkre helyezi. Mi emberként pedig hadd érezzük most egy picit azt, hogy ez jön fölülről. Nem azt mondom, hogy a fejünkre és a vállunkra helyeztetik keményen és könyörtelenül, de azért ennek súlya van. A kegyelem és az igazság viszont Jézus Krisztus által jelent meg. Ez egy kicsit közelebb van. Legalábbis ahogy én olvasom az igét, úgy érzem, hogy amikor az Úr Jézus, ez kihangsúlyozódik, amikor az Úr Jézus megjelenik ebben a világban, akkor ő közel akar jönni. Karnyújtási távolságon. Katonák voltunk, akkor meg kell tanulni, hogy hogyan kell a sortávot tartani, vagy az oszlopok között, hogy ne legyen hiba a történetben, ne legyen hiba a képben. Minden a helyén legyen. Senki ne emelhessen kifogást. Az Úr Jézus azért jött, hogy senki ne emelhessen kifogást. Szeretettel köszöntjük át a gyülekezetet, és itt mindjárt az istentiszteletnek az elején hadd olvassam fel a hirdetnivalókat, hogy ne törjük meg utána ezzel az istentiszteletnek a rendjét. Szeretnénk megköszönni először is mindazoknak, akik az elmúlt időben, az adventi időben az adventi koszorúk készítésével és vásárlásával járultak hozzá ahhoz, hogy a gyermekek karácsonyát kicsit meg tudjuk támogatni. Láthatták a testvérek a kiírást is, hogy 72 ezer forint gyűlt össze ebben az adományozási körben. Isten iránti hálával hirdetem ezt, és azt is még egyszer hangsúlyozzam, hogy ezt a befolyt összeget a gyermekek karácsonyára fordítottuk, és köszönjük még egyszer mindazoknak, akik ebben részt vettek, készítőként, vásárlóként. Szeretettel hirdetem, hogy a mai istentiszteletünk családi istentisztelet, ami azt is jelenti, hogy a gyermekeket a családjukkal együtt várjuk, hogy itt legyenek az istentiszteleten végig, tehát külön gyerek istentiszteleti alkalmat ma nem tartunk, hanem mindenkivel szeretnénk itt együtt lenni. Szeretettel hirdetem a heti alkalmainkat csak röviden. Ma a Soroksáron megszokott rendszerint 4 órakor tartunk istentiszteleti alkalmat, hívogatunk szeretettel. Az előttünk lévő héten kedden este a házi bibliaóra alkalmát hirdetem, ennek részletei a hirdetőtáblán olvashatók. Szerdai napon délelőtt 10 órától fészek édesanya bibliakört tartunk, hívogatjuk a kisgyermekes vagy várandós édesanyákat. Délután 4 órakor szintén szerdán Dorkász ima közösséget tartunk a Mixát út 4 szám alatt, este 6 órakor pedig szerdán kóruspróbát tartunk. Csütörtökön 10 órakor tartjuk a felnőtt bibliaóra alkalmát, mint minden alkalommal, illetve este fél hétkor a Józsué bibliakör alkalmát is tartjuk. Most hirdetem szeretettel, néha becsúszik egy olyan baki, hogy valamelyik egyébként megszokott rendszeres alkalmunk valahogy kimarad a hirdetésből. Az nem azt jelenti, hogy elmarad az alkalom, mindig megtartjuk a megszokott alkalmainkat, ha valamelyik elmaradna, azt hirdetjük mindig külön. Jó, tehát bocsássák meg a testvérek, hogy a sajtóhiba okán kimarad néha egy-egy dolog, de mindig megtartjuk a megszokott alkalmainkat. Pénteken így 5 órakor a konfirmandus órát, 6 órakor a kisifjúsági órát és 7 órakor a nagyifjúsági órát tartjuk meg. És szeretettel hirdetem a jövő vasárnapi istentiszteletet is, már most az istentisztelet elején, 10 órakor tartunk istentiszteletet, és azzal egy időben jövő vasárnap gyerek istentiszteleti alkalmat is tartunk különböző csoportokban. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy közeledik az ökumenikus imahét és annak alkalmai. Ennek a megszervezése megtörtént, és ezzel kapcsolatosan egy plakátot is látnak a testvérek a hirdető táblán, hogy hol és hány órakor tartatnak majd ezek az istentiszteleti alkalmak. Január 22-től hétfőtől péntekig minden este 6 órai kezdettel kerülnek ezek az alkalmak elénk, méghozzá a Szabótelepi Református Egyházközségnek az imatermében vagy imaházában, Mártírok útja 149-es szám alatt. Minden információ ott van kint a hirdető táblán, úgyhogy testvérek, ha kifele mennek, akkor olvassák szeretettel és figyelemmel. És hirdetem az evangélikus élet legújabb példányait, az asztalnak a végén megtalálják a testvérek a korábbi példányokkal együtt. És akkor folytassuk istentiszteletünket egy
egy állandó magasztaló énekkel áldogatjátok a Szent nevét. Thank you.
Az egész föld leborul előtted, Uram, és éneket zengenek nevednek. Örvendezd Istennek egész föld, énekeljétek neved dicsőségét. Jertek és lássátok Isten tetteit, csodálatosan cselekszik az ember fiai. A láthatatlan Isten képe, minden ő általa és ő érte teremtetett, és ő benne áll fenn minden. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájunkkal. Testvéreim, Istenünk színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Vádolom magamat előtted, Istenem, mert ismerem akaratodat, mégsem éltem parancsolataid szerint. Kérlek, könyörülj rajtam, és adj nekem élő hitet, hogy szívesen cselekedjem akaratodat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Úr a sátán megkísér, és vádol meg bán bűnöké. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy az ő egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Köszönjük el, testvéreim, Istenünk színe előtt. Imádkozzunk! Mindenható örök Isten, Te irányítasz mindent a mennyen és a földön. Hallgass meg kegyelmesen néped könyörgését, és add békességedet a mi korunknak, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él, és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet hittel és figyelemmel Istenünk igéjét, úgy, amint megírva találjuk János evangéliumának második fejezetében, az első verstől kezdődjön a következő képben. Így ír János evangélista.
A harmadik napon menyegző volt a galileai Kánában, ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a menyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá, nincs boruk. Mire Jézus azt mondta, vajon én rám tartozik ez, vagy te rád, asszony? Nem jött még el az én órám. Anya így szólt a szolgákhoz, bármit mond nektek, tegyétek meg. Volt ott 6 kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként 2 vagy 3 métréta fért. Jézus így szólt hozzájuk, töltsétek meg a vedreket vízzel. És megtöltötték szívültig. Aztán így szólt hozzájuk, most merítsetek és vigyetek a násznagynak. Ők vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, odahívta a vőlegényt és így szólt hozzá. Minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat. Te pedig ekkorra tartogattad a jó bort. Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában. Így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Boldogok, akik hallgatják és meg is tartják Istennek beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, hittel és figyelemmel azt a szent igét, amit megírva találunk Márk evangéliumának 8. fejezetében, a 27. verstől kezdődően a következőképpen. Jézus pedig elindult tanítványaival együtt Cézárea Filippi falvaiba. Útközben megkérdezte tanítványaitól, kinek mondanak engem az emberek? Ők pedig így feleltek, Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások pedig egynek a próféták közül. Jézus tovább kérdezte őket, hát ti kinek mondotok engem? Péter így válaszolt neki, te vagy a Krisztus. Jézus ekkor rájuk parancsolt, hogy senkinek ne beszéljenek őróla, és tanítani kezdte őket arra, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, és el kell vetetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Jézus nyíltan beszélt erről a dologról. Péter ekkor magához vonva őt meg akarta dorgálni, ő azonban megfordulva tanítványaira tekintett, megdorgálta Pétert, és ezt mondta, távozz tőlem, Sátán, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Urunk, szentelj meg minket a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Márk evangéliumát olvasva azt látjuk, hogy ennek az evangéliumnak valóban központi kérdése az, hogy kicsoda Jézus. Úgy tűnik, mi pedig már előre tudhatjuk a választ, hiszen Márk már a legelső versben, evangélium a legelején elárulja nekünk, hogy ez a könyv Jézus Krisztusnak, az Isten fiának az evangéliuma. Egy kicsit olyan ez, minthogyha egy Agatha Christie regény azzal kezdődne, hogy a komornyik volt a tettes. Azt gondolhatnánk, hogy ezek után ez a könyv, ami előttünk van, már semmi újat nem tud nyújtani nekünk. De az a helyzet, hogy a tanítványok még nem tudhatták azt, amit mi igen. Ezért van az, hogy az evangélium során követjük őket, látjuk, amerre járnak, figyeljük a döntéseiket, a kérdéseiket és a válaszaikat is, figyeljük, ahogy próbálják megérteni Jézust. Jézus pedig azzal, hogy csodálatos dolgokat tesz, arra kényszeríti őket, hogy tegyenek is föl kérdéseket. Tegyenek föl kérdéseket még saját maguknak is arról, hogy vajon ki is lehet ő. Látják azt, ahogy Jézus lecsendesíti a dühöngő vihart. Látják, ahogy meggyógyítja a gyógyíthatatlannak tudott betegséget. Látják azt is, amikor egy kislányt feltámaszt a halálból. Sőt, még azt is hallják tőle, hogy azt mondja, hogy meg tudja bocsátani a bűnöket. Ennek ellenére nem jönnek rá, pedig a válasz már itt is nyilvánvaló, ő nem más, mint Isten felkentje, a Krisztus, akit régen megígértek a próféták. Ő Isten fia. Pedig várták a tanítványok, nagyon is várták. Kétségbe esve reménykedtek benne, hogy eljön, és most, amikor ott áll előttük, nem ismerik fel. Hoztam ma magammal néhány úgynevezett trükkös képet. Amatőr pszichológusok előszeretettel használják egyszerű személyiségtesztekhez, én azonban teljesen más miatt vettem most kölcsön ezeket a képeket. Mit látunk meg először a képen? Merre kell irányítanom? Itt
Itt is ugyanaz a kérdés továbbra is, mi az, amit először meglátunk, és a következő kép előtt mondom is, hogy próbáljunk majd úgy tekinteni ezekre a képekre, hogy úgy hirtelen ránézünk, és azt rögzítjük, ami először feltűnik nekünk. Ígérem, és semmiféle messze menő következtetést nem fogok levonni abból, hogy ki mit lát meg először. A kérdés is árulkodik, mit látunk meg először? Egy idősödő asszonyt, vagy pedig egy fiatal lányt látunk ebben a képen? Hát ez tényleg trükkös. Mehet még tovább? Akkor még egyet kérünk. Talán többeknek ismerős Escher trükkös rajza lesz még belőle. Na és így van. Itt már nem is annyira az a feladat, hogy mit látunk meg benne, hanem hogy hogyan befolyásol minket a látásunk, hogy még minden rajzolódik ki az agyunk tevékenysége révén. És utoljára a legkedvesebb képem, egy kedves barátnőmtől kaptam egyszer egy sorozatot, aki Ausztriában volt egyetemen cserediák, így Escher képeiből, úgyhogy ezt érdemes akár meg is hagyni, hosszasan nézegetni. Köszönöm, köszönöm a segítséget. Na hát ezek a képek tényleg teljesen mást ábrázolnak, hogyha más szemszögből nézzük őket. És hát az Úr Jézusnak ugyanígy két arca van. Van egy emberi arca, amit talán egyszerűbb észrevenni, a tanítványok is nagyon sokáig csak ezt látták, pedig mindenki láthatta mindkét arcát, mindkettő nyilvánvaló volt mindenki előtt, de annak ellenére, hogy a tanítványok is éveken át csak nézték és nézték, mégiscsak az emberit látták Jézusban. Nem látták meg benne Isten arcát. Márk újra és újra felhívja hát a tanítványok figyelmét erre a fajta vakságra. Sőt, egészen bosszankodva veti a szemükre. Hát még mindig nem veszitek észre és nem értitek? Még mindig olyan kemény szívűek vagytok? Van szemetek és nem láttok? Fületek is van és mégsem hallottok? És ezek után megdöbbentő módon következik egy olyan eset, amikor Jézus meggyógyít egy vak embert. És talán ez az egyetlen ilyen csoda, amikor nem egyszerre, hanem fokozatosan adja vissza ennek az embernek a látását. Megérinti egyszer, és az ember elkezd látni, de még csak homályosan, még csak körvonalakat, még csak alakokat lát. Azután Jézus megérinti őt még egyszer, és ekkor már tisztán lát. Testvérek, szinte lehetetlen nem észrevenni a párhuzamot itt a tanítványok vaksága és ennek a vakembernek a meggyógyítása, a vaksága és meggyógyítása között. Persze a tanítványok nem testileg, hanem lelkileg vakok, mégis Jézus gyógyítására van szükségük, nekik is, épp úgy, pont ugyanannyira. Jézus pedig el is kezdi kezelésbe venni a tanítványok vakságát. Azt látjuk, hogy egyelőre nekik sem gyógyul meg teljesen a látásuk, nem látnak még, de akkor tisztul ki ez a látás majd teljesen, amikor nem csak azt fogják tudni, hogy kicsoda Jézus, hanem már azt is, hogy miért jött el. Itt egyébként arra egy jelzést kapunk a felolvasott igében, hogy azt már tényleg kapiskálják, hogy kicsoda ez a Jézus. Amikor elindult az Úr Jézus tanítványaival együtt Cézárea Filippi falvaiba, útközben ugye megkérdezte tőlük, hát ti kinek mondott, hogy kinek mondanak engem az emberek, fontos is a sorrend, nehogy megtévedjek benne én is, kinek mondanak az emberek, ez egy olyan kérdés, mint mondjuk egy vetélkedőn egy kezdő 100 forintos kérdés, amire olyan könnyen azt lehet mondani mondjuk egy vetélkedőben, ha azt kérdezik, hogy ki nyerte meg az utolsó választást, mondjuk az amerikai elnök választáson, akkor így mindenki azonnal tudja a választ. A tanítványok is Jézus kérdésére így felelnek, Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig egynek a proféták közül. Teljesen igazuk van, idáig rendben van. Jól látják, hogyha Jézust minimum az emberek tényleg egy olyan proféta közé sorolják, akiről az akkori iratok lapjain olvashattak. De Jézus nem hagyja ennyiben a dolgot, és akkor föltesz egy még kényelmetlenebb kérdést, és megkérdezi, hogy hát ti kinek mondotok engem?
Na ez olyan az előbbi vetélkedős példánál, ahol ugye azt kérdezték, hogy ki nyerte meg az utolsó választást az amerikai elnök választáson, de azt kérdezné valaki, hogy te kire szavaztál azon a választáson. Ez így mindjárt személyessé teszi ezt a kérdést. Ha erre is válaszolok, akkor valamit már elárulok saját magamról is. Márk evangéliumának is ez a pillanata olyan, amikor hirtelen, mintha ki szólna az evangélium lapjairól, és nekünk is föltenni ezt a kérdést. Hát te, kedves olvasó, hát te, kedves ige hallgató testvérem, kinek mondod Jézust? A tanítványok közül Péter az, aki válaszol neki, és azt mondja, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ez a Krisztus szó pedig valóban hatalmas jelentéstartalmat hordoz. Azt jelenti, hogy Isten felkentje, a választott, a király, az egész világ ura is. Péter ezzel azt mondja ki, hogy ő az, akit Isten megígért, aki megmenti mindazokat, akik benne bíznak. Kérdés, hogy meglátjuk-e benne ezt, amikor Jézust nézzük Márk evangélium alapján. Márk evangélista őszintén reméli, hogy már mindkét arcát látjuk Jézusnak, az emberit is, és az Istentől jövő hatalmas királyt, Krisztust, az élő Isten fiát. De ezen a ponton még nem dőlhetünk hátra kényelmesen, testvéreim, így a templompadokban, mert nem elég egyszerűen azt tudni, hogy kicsoda Jézus. Péter itt teljesen tökéletes választ adott a Jézus személyére vonatkozó kérdésre, de amikor az a kérdés kerül sorra, hogy miért jött Jézus, szörnyen nagyot téved. De hogyha Jézus azt akarja hát, hogy mindenki megtudja, hogy kicsoda, akkor ott a 30. versben miért hagyta meg a tanítványoknak azt, hogy senkinek se beszéljenek róla? A következő versekből egyébként ez is kiderül. Látja, hogy a tanítványok még nem elég felkészültek arra, hogy avatottan beszéljenek az ő dolgairól. Elrejtőzik Krisztus, ez Krisztus titka, amit meg kell érteni ahhoz, hogy tovább tudjuk adni. Péternek nagyon is igaza van, amikor Jézust Krisztusnak, az Isten fiának nevezi, de nem érti, és az evangélium során még elég sokáig nem is fogja érteni azt, hogy Jézus miért jött. Azt olvassuk, hogy amikor Jézus tanítani kezdte tanítványait arra, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, ki kell végeztetnie, meg kell ölettetnie, és harmadnap fel kell támadnia, akkor ő nyíltan beszél erről a dologról, és itt van az az esemény, amikor Péter félrevonja őt, és megpróbál a szívére beszélni, talán kicsit meg is dorgálja őt. A tanítványok itt egészen új és megdöbbentő dolgot tudhatnak meg Jézus szenvedéséről és haláláról, valamint a feltámadásáról is. Ez az hát, amiért Jézus jött. A szentiratokban ezek nagyon is jó előre megirattak. Jézus jól tudta, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy a lázadók élő kapcsolatba kerüljenek Istennel. Ez a mód, hogyha ő meghal. Péternek azonban nagyon is határozott és más elképzelése van Jézusról, úgy, mint királyról, és ezzel nem fér össze az a gondolat, hogy neki meg kell halnia. Ez az, ami tudtára ad, amikor félre hívja őt, hogy a lelkére beszéljem. Hát, hogyan is hozhatná létre a birodalmát akkor, hogyha meghal? Ez teljesen lehetetlen. Rávilágít Jézus Péternek erre a tévedésére, azt mondja neki, hogy nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Azt gondolom, nem nagyon hibáztathatjuk Pétert azért, mert ő így gondolkodik, hiszen a keresztet is kétféleképpen lehet tekinteni. Ha, ahogy Jézus mondja, az emberek szerint, akkor bizony óriási gyengeségről árulkodik a kereszt. Úgy tűnik, Jézust legyőzték, megalázták, és mindenki szégyenévé vált. Máté evangéliuma beszámol arról is, hogy az arra járók egyenesen azt kiáltozták neki, amíg ő a kereszten szenvedett, hogy ha valóban ez Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Egy királynak ugyanis a trónon van a helye, nem pedig a kereszten. Jézus válaszol erre az emberek szerinti gondolkodásra akkor, amikor eljönnek érte, hogy elfogják és kivégezzék. Az egyik tanítvány
ki más is lehet ő, talán ki is találjuk, meg tudjuk is egyébként jól ezt az evangéliumi részt. Persze Péter az, aki előrántja a kardját, és egy pillanat alatt levágja Málkusnak, a főpap szolgájának a fülét. Jézus válasza nagyon tanulságos. Azt mondja, tedd vissza a kardodat a helyére, mert akik kardot fognak, kard által vesznek el. Vagy azt gondolod, hogy nem kérhetném meg atyámat, hogy adjon mellém most 12 sereg angyalnál is többet? De miképpen teljesednének be akkor az írások, hogy ennek így kell megtörténnie? Azt tudjuk pontosan, hogy egy római légiós hadsereg 6000 katonából állt, vagyis valóban óriási erő állt itt Jézus rendelkezésére. Ezek az angyalok abban a pillanatban már is ott lehetnének, hogy megmentsék őt, hogy gondoskodjanak a szükségleteiről, úgy, ahogy ezt korábban is megtették már. Jézus azonban úgy dönt itt, hogy nem él ezzel a hatalmával. Miért? Azért, mert nem teljesednének be az írások. Péter miközben kardot ránt, hogy megvédje Jézust a letartóztatástól, teljesen pontosan az emberek szerint gondolkozik. De mi történik akkor, hogyha elkezdjük más szemszögből, Isten szemszögéből vizsgálni a keresztet? Azt látjuk, hogy ha a magunk szempontjából nézzük, akkor bizony gyengeség. De hogyha Isten szemszögéből tudjuk nézni, akkor arra is rájövünk, hogy nincsen ennél hatalmasabb horderejű pillanat a világ történetében. Hadd meséljem el, osszam meg a testvérekkel azt, hogy gimnazista koromban még Sárospatakon volt egy nagyon kedves barátom, hittestvérem. A Csákány Balázsnak hívták, és az édesanyja úgy bízta ránk őket, ránk reggeli imakörösökre, hogy nagyon figyeljünk rá oda, vegyük körül őt szeretettel. És csak később értettük hogy meg azt, hogy miért. Az ő édesapja Csákány István volt az a lelkész, akit a református zsinat az 1970-es évek második felében Brazíliába küldött, hogy az ott élő magyar református gyülekezet lelkésze legyen feleségével, Adriennel együtt. El is utaztak, és történt egy napon, amikor az ottani magyar gyülekezet nyaralója már éppen elkészült, hogy kivitték a tengerpartra ezeket a gyerekeket, hogy ott játszanak a hullámóban, természetesen a parthoz közel, és ott kicsit együtt ússzanak velük. Érdekes módon Csákány István már korábban elmondta a feleségének, hogy mennyire aggódik ezért a brazil gyermekekért, mert hát hiszen nem annyira szófogadóak, mint a magyar gyerekek. Bármit mondhatnak nekik a szülőkük, nem feltétlenül hallgatnak rá. Nagyon szépen köszönöm. És kint is voltak, Adrienne a parton olvasgatta a otthonról jött karácsonyi leveleket, amikor az egyik pillanatban azt vette észre, hogy senki más nincs rajta és a másfél éves kisfián kívül a parton. Az történt, hogy azok a hullámok, amik eddig a part felé sodorták a kis csapatot, valami ok folytán megfordultak, és a tenger belseje felé kezdték vinni őket. Csákány István, aki vigyázott rájuk, a lelkész, egyébként nagyon jól úszott, gyermekkorában egyszer egy balatoni légből is sikerült kimenekülnie. Na ebben a helyzetben természetesen nem a menekülésen járt az esze, hanem a mentésen, és elkezdett úszni, és sorba vitte ki a gyerekeket a partra. Közben még egy halottnak vélt kisfiút, Carlost is kimentette, akiről később kiderült, hogy mégis életben van, míg visszaúszott egy Rosali nevű kislányért. De ahogy elérte őt, már teljesen elfogyott az ereje. Visszakiáltott segítségért a parton levőkhöz, és ott egy nagyfiú, egy Attila nevű nagyfiú beúszott hozzájuk. Aki mentett már fuldoklót, az pontosan tudja, hogy nagyon nehéz feladat, mert a fuldokló kétségbeesésében a pánik miatt lefelé húzza azt, aki megmenteni igyekszik őt. Nos, hát ez a fiú beúszott, kettejüket nem tudta volna megmenteni, a lelkész a kislányt a gondjaira bízta, ez a fiú sikeresen kiúszott ezzel a lánnyal, de Csákány István református lelkész tüdeje annyira megtelt az általa lenyelt vízzel, hogy szétfeszítette ez a víz a tüdejét. Nem maradt életben. Hiába jöttek ki a mentősök, hiába értek oda valamivel később, nem tudtak már segíteni rajta. De minden egyes kisgyermek megmenekült. Hogyha távolról nézzük, hogyha emberi módon gondolkozunk, akkor lehet, hogy egy felelőtlen apát látunk. Hiszen a felesége ott volt a másfél éves kisfiával, arról nem beszélve, hogy éppen közös gyermeküket, Balást várták ekkor.
Lehet, hogy azt látjuk, hogy elkerülhető lett volna. Elkerülhető lett volna az is, hogy később az ő felesége teljesen egyedül nevelje föl ezt a két gyermeket. De akkor, amikor közelengedjük magunkhoz az ő történetét, és annak minden részletét, az értelmetlennek tűnő és elkerülhető halálról kiderül az, hogy célja van. Végtelenül bátor tett, és hatalmas cselekedetről, és hatalmas, csodálatos szeretetről tanúskodik. Testvéreim, ez a történet csak árnyék annak, amit a keresztre tekintve megláthatunk. A kereszt is, emberi szemszögből nézve, szánalmas és szükségtelen halálnak látszik. Vagy tekinthetjük Isten szemszögéből úgy is, mint egyetlen lehetőséget a megmenekülésre. Az életünket, de még a halálunkat is azt határozza meg, hogy hogyan válaszolunk arra, amit Jézus értünk a kereszten tett. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyám! Kérlek, bocsásd meg, hogy olyan sokáig lázadok ellened, és újra vétkezem. Bocsásd meg, hogyha valahogy meg is értem, hogy ki vagy te, Úr Jézus, mégis újra ott a két hely a szívemben. És bocsásd meg, hogy alig tudom felfogni, hogy miért is jöttél el erre a földre. Uram, szeretnék most feléd fordulni, szeretném letenni egész életemet a te kezedbe, hogy te rendelkezz felőle, mert látom, hogy nincs más út, nincs más menekülés, sem az életből, sem pedig a halálból, mint te hozzád, Urunk. Kérünk, légy velünk, maradj velünk életünk minden napján. Amen. Mindenható Isten,
mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged, mert dicsőséged megjelent a világban, és beragyog ma is mindent. Vágyunk arra, hogy meglássunk téged, ahogy Mózes is megláthatta fenségedet a Sínai hegyen. Szeretnénk ámulni csodáidon, mint a kánai mennyegző résztvevő tanítványok. Urunk, hálát adunk élő és ható igédért, ige hirdetésért, bizonságtételekért, amelyek által szólsz hozzánk. Kérünk, tölts be szent lelkeddel mindnyájunkat. Add, hogy felismerjük akaratodat. Kérünk, munkáld is bennünk a hit gyümölcseit. Urunk, hálát adunk jóságodért és szeretetedért, amelyel naponta körülveszel bennünket. Add, hogy meglássuk gondviselő jelenlétedet az örömteli és nehéz helyzetekben egyaránt, és hálás szívvel, gyermeki bizalommal forduljunk hozzád. Urunk, hálát adunk kegyelmedért, amelyel megtartasz és hordozol bennünket. Add, hogy beismerjük, mennyire rászorulunk irgalmadra, és meglássuk, hogy te nem a mi érdemeink, hanem Krisztus érdeme szerint bánsz velünk. Láttasd meg velünk, Urunk, milyenek vagyunk, és főleg, hogy milyenné válhatunk a közeledben. Könyörgünk most, Urunk, a testi, lelki betegségben szenvedőkért, a magányosokért, az idősekért és a bajban levőkért. Légy velük, és adj nekik gyógyulást, erőt, türelmet. Öleld át szereteteddel a haldoklókat, hogy békességet nyerve rád bízhassák magukat. Könyörgünk a családokért, gyülekezetekért és minden közösségért. Add, hogy a gyermekek akaratod szerint nevelkedjenek, a felnőttek pedig a feladatokban hűségesen helytállva élhessék minden napjaikat. Könyörgünk minden emberért, azokért is, akik még tőled távol vannak. Add, hogy eljusson hozzájuk evangéliumod, és átéljék a bűnbocsánat és a megtérés örömét. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg minket, amikor együtt még így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig az áldás vétele előtt, mivel családi istentiszteletet tartunk ma, szeretettel szólítom ide az oltárhoz személyes áldásra azokat, akik január hónapban ünneplik a születésnapjukat. A gyülekezet addig elfoglalhatja helyét, és ezután következik majd a közös áldás is. Tehát ha van olyan kedves testvérünk, aki januárban született, és itt is van ezen az istentiszteleten, akkor kérem, jöjjön ide az oltárhoz. Petra, ezt mondja neked az Úr Jézus. Ragyogjatok, mint csillagok a világban, ha az élet igényére figyeltek. Amen. Csak féljétek az Urat, és szolgáljátok őt híven, teljes szívetekből. Amen. Isten érdemes, hogy egy kis szokáson. Isten érdemes. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak. Amen. Isten érdeseget. Isten nem hagyta magát bizonság nélkül, mert jó tevő tök. Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Isten áldása.
az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel, Krisztus Jézusban. Ezek után pedig az egész gyülekezet vegye az Úr áldását. Áldjon meg az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Hazafelé vezet egy út, indulj szép